A pécs-somogyi állatotthon területén nincsenek most látogatók. Aki szeretne örökbe fogadni, annak az egyesület honlapján kell kiválasztani a neki tetsző állatot, és szélirányosan egyedül kell bemennie érte. Nincs a többi állattal való ismerkedés, simogatás, sétáltatás és hosszas időtöltés sem, mondta a Farkas Tamás, a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. Voltak nekünk olyan programjaink és olyan kampányaink, ami segítette itt a működést, természetesen az örökbefogadást is kénytelenek voltunk olyan értelemben korlátozni, hogy eddig ennek a menhelynek 25 ezer látogatója volt évente, most az átkapuk mögött működünk. Ez azt jelenti, hogy várjuk azért az örökbefogadókat, de ez mindenképpen úgy történik. Szeretnénk még kérni mindenkit, hogy válassza ki az örökbefogadása jelölt kutyát, macskát, egyéb állatot az interneten. Utána jelentkezzen be nálunk. Napi 2 órát tudunk ebben biztosítani félórás időtartamokban. Ilyenkor csak egy-egy embert engedünk be, és ő választhatja ki az örökbefogadásra szánt állatot. Természetesen ez visszaveti az előbb befogadott állatoknak a számát. Ezzel együtt ugyanúgy jönnek a gazdátlan állatok, jönnek azok az állatok, akik bármilyen módon bekerülnek. Mai nap éppen egyébként a kapu előtt találtunk egy kutyust, és most is várjuk a gyermekstet, aki még 2 fog ma is hozni. Karantén idején elmaradnak a lovas szakkörök, a kutya kiképzések, a terápiás munkák. Nem járhatnak ki a főleg védett intézményekbe, mint az idősek otthona, kórházak vagy gyerekintézmények. A munkatársak is szigorú rendben vannak beosztva, ki mikor ügyeljen, gondozza, vigyázzon az állatokra, hangsúlyozta Farkas Tamás. Természetesen nekünk is át kellett gondolnunk a működésünket több szempontból is. Egyrészt azért elsődlegesen fontos a munkatársaink, illetve az állatoknak a védelme. Illetve az állatokat el kell látni, tehát nem tehetjük meg azt, hogyha most valaki megbeteszik karanténba kerül, és 2 hétig, vagy akár esetleg továbbra is ne kerüljenek megfelelő körülmények közé ezek az állatok. Tehát kénytelenek voltunk kétfelé osztani a csapatot. Ez azt jelenti, hogy 2 napig dolgozik 6 ember, utána 2 napig a másik 6 ember. Így talán egy kicsit csökkentjük annak a kockázatát, hogyha az egyik csapat kiesik, akkor az a másik csapat minimális szinten ugyan, de el tudja látni a feladatot. A közel 600 állatnak fedélt élelmet és állatorvosi ellátást biztosító állatotthon fenntartása 7 millió forintba kerül havonta, mondta Farkas Tamás. A szervezet elnökétől azt is megtudtuk, mindössze 2-3 hétre elegendő takarmányuk van. Ezúton is kérik, aki teheti, támogassa szavazatával a Misina Természet és Állatvédő Egyesületet az országos Forest kampány keretében. Nem csak a tápról van szó, ez egy évente lezajló akció, ami idén is elindult a Forestről az állatmenhelyekért, ahol nagyon fontos, és most tétkérdés az, hogy ha tehetik, minél többen szavazzanak a Misinára, hiszen az első 3 helyezett elég jelentős pénz adományban részesül, 500 000, 1 millió és 1,5 millió forint. Most ugyan nem vagyunk ment az első 3-ban, de mi bízunk benne, hogy sikerül ezt még elérni. A koronavírus járvány az állatotthon életét is nagyban meghatározza bizonytalan időre. Tápot továbbra is szívesen elfogadnak, melyet lehet az állatotthon kapuja elé kitenni és betelefonálni. A támogatás most különösen el kell, segíti a túlélést.